Magyar forrásból? Garanciával a zsebedben szeretnél Mbumbéval fickándozni? Akkor irány a futpark, hiszen újra él a Krisztián kuponkód! Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ismételten itt van velem Rekál. Sziasztok! És arra gondoltunk, hogy ismét elhozunk nektek egy ilyen PEG Battles-ös témát, viszont most a store-ban lévő csomagokat fogjuk kinyitni. Egészen pontosan kinéztük ezt a Premium Gold Players Pack Plus csomagot, ami 25 000 zsetonba, vagy pedig 350 FIFA pontba kerül. Már előre a videó elején leszeretném szögezni, hogy a mítoszokat a komment szekcióba engedjük el, tehát attól, hogy a Rekál FIFA pontból nyit, én meg coinból, teljesen mindegy, nem ezen fog múlni, hogy kinyeri meg ezt a bizonyos összecsapást, mert ilyen nincs, hogyha te zsetonból nyitsz, FIFA pontból nyitsz, akkor jobbat ad, stb. Ez csak egy ilyen kis mendemonda szerintem az emberek körében. Na de, csináljuk akkor úgy a dolgot, hogy a kihívás lényege az, hogy kinyitjuk ezeket a csomagokat, egészen pontosan 15 darabot, és amelyik játékos megjelenik a kinyitástál, és magasabb rétinggel rendelkezik, mint a másiké, az kapja a pontot. Ha Team of the Season kártyát sikerül nyitnunk, akkor viszont dupla pont jár annak, aki kinyitotta a Team of the Season kártyát. Ez így jó lesz? Tökéletes. Na, akkor csináljuk így, és szólj, hogyha indíthatjuk. Van még esetleg bármi, amit elmondanál? Hát most csak, ez csak ilyen zárójelbeni kérdés, hogy attól még, mert ott a chance-nél nincs ott, hogy tudunk nyitni tocot, attól még tudunk nyitni ebből. Szerintem tocot? Tudunk, de tegnap amúgy mi is ezen gondolkodtunk, mert ebből az összeset lenyitottuk a Sunzone-nal, és hát gatya. Úgyhogy, hát ja. Vagy akkor azt kell csinálni, hogy a 35 ezresből kéne nyitni, az a second half small rare gold players pack, és akkor ennyi abból nyitunk. Nekem most 395 ezer, tehát ki tudnánk nyitni ebből 10 darabot, de szerintem 12-t is ki tudunk, mert addigra elviszik a játékosaimat a marketen. Hát, fixel ezzel, ja. Akkor szerintem lehet, hogy inkább azt kéne, nem? Akkor nyissuk ezt. Legyen ez. Ja. Jó. Jó. Akkor legyen ez, mert ezen azért ott van, hogy tocot tudunk nyitni. Ja. Jó, ja. Legyen ez akkor. Akkor ezt megbeszéltük. 12 darab, 35 ezres csomag akkor. Jó. Jó, pukkanhat? Készen állok, hát az első. Barabim, barabum! Jön az első! Walkout, én meg vagyok. Azt fassa. Keylor Navas, nagyszerű. Az jó. Nálam egy David Silva. There is what I'm talking about, bro. Az nagyon jó lap. Nagyszerű kezdés. Oké, hát a többi megy quickselbe. Oké, szólj, hogyha nyithatjuk két a másikat. Mi felülem. Mehet, jó, nyitom. Megint nem walkout. Spanyolca. Nem mondod, geci! Back to back David Silva, bazd meg! De legalább a pontot elhozta neked. Mert? Hát már nem is bordos az enyém. Úristen, erős csak. Tesó! Mi van? 9 per 9 duplikét! Hajrá! Az mi a fasz? Azt ez egy olyan akkunt, amit soha életemben nem használok. Az nagyot megy. Pixelre jó. Jó. Nyitom a következőt. Oké. Megint nem walkout. Bordos? Így van, Tadic 84-es. Ajj, nekem koke! Nem jó! Akkor mennyi? 2-1-re vezet? 2-1 oda. Uh-huh. Very big. Asszul. Jó, szóljál mikor nyitod. Mehet. Mehet? Jó. Aha. Nyílik Volkau. A nagy. Hú vagy. Tocs! Gyere nagy! Francia! Basszom a szádat, Klaus! Nem hittem, hogy bumbáns nyitottam. Az nagy baj. Ó, getz. Az nagyon nagy baj. Mennyire adtam volna egy bappét bead, lefordultam volna a székről még így. Nyáron is. Baszki! Te elhittem! Várjál, mennyi ez a Klaus? 3-1 hát, volt. Annyi nincs. 5-1 akkor. Igen. Ez 70 ezer coin. Az nem is rossz, Szotyi. Jó, hát baj. Így biztos, hogy meg lesz a izépekre való.
meg. Jó, akkor hol tartunk? Jöhet a következő. 5-1. Az erős. Nem jön a back-to-back tots, de walkout. Nem walkout, csak egy 85 Sommer. 85 Moreno. Meg egy Bellingham volt még benne, meg Schmeichel. Kodik. És rossz amúgy. Neked is 85-ös volt? Aha, Moreno, aha. Ő. Jó, nyílik a következő. Semmi. Portugál CM. Ruben Neves 83. Zapata 83. Ez akkor X-es. Volt benne még egy 83-as. Tehát ez semmi. Mennyi van még? Bazd meg, de elhittem ennél a Bappénál. Vagyis hát Klausnál. Lehet a kövi. Nyílik. Megint nem tudsz. Egy csak nem is bordos nekem. Nekem se. Osztó. Ja de, NDD. Azt hittem, mert valami ízi, mit tudom én, milyen zászló ez. Ah, meg egy Mendy volt még mögötte. Nigériai amúgy. Ó, de le vagyok rakva, bazzik. Hát eléggé ebbe most, igen. Hát, mint a múltkor ízénél. Nem tudom, melyiket vittem, bingósat talán. Nagyot ment. Ja, de az lehet, hogy a Sanzonnal volt. Faszom, sem emlékszik. Na, nyílik a következő. Oké. Okay. Fasz esti fényben. Holland, CB, Delikt. Az nem is rossz, mert ilyen 14k-ba megy. Az 87-es, nem? Van, na. Az nagy. Egy Robertson. Oké, és? Ez nem rossz. Az kettő jövök, most megnyerem a gecibe innen. Négy csomag maradt, ebből megnyerem. Oké, legyen. Hát ha nyitsz toccot, akkor amúgy egyszerű. Igen, oké, mehet. Hát, semmi. Szerintem ez Mitrovic lesz. Aha, nem gondolod, Vlahovic. Az 84? Mhm. Ó, oh, bazd meg! Mert neked mennyi? Hát a Jesus. Az gyenge, mint a harmatos lepkefing. Nagyon baj. 7-2, most már kettő toc is kéne maradik háromból. Három darab pak maradt. Nekem most jön a toc, én úgy hallottam. Kurva eget. Portugál, RB. Nagyon gyenge. 83 Pereira. 84 Mount, jó. Akkor azt vitted. Szépítő tapaszok. Nem rossz amúgy. Utolsó előtti. Így van, nyílik pillanatokon belül, még tölt a store. Barabi, barabum. Hána lesz. Semmi. De miért nem dobálja, ez ki a gyíkom? Tillemans 84. Neked is 84 kanál lesz, oh, ugye? Te állom az élet, kár lett volna diszidálni, tesó. Istenem. Oké, okay. Utolsó csomag jön. Egyszerre indítsuk el. Álltak, akkor lesz tocs. Oké. Szóljál majd. 3, 2, 1, let's go. Nyílik. Hát, ez nálam egy sima kártya. 84-es tripié. Ez is az övé. Hát ez elég easy volt. Jaj, de ez azért volt, mert coinból nyitottam amúgy, most már elmondom az igazat. Így, nem, úgy ezt írták, akkor meccsekcióban, hogy... Nálam volt ilyen, hogy beírták, igen, hogy, az, hogy ez nem ér, mert hogy nem ugyanabból a izéből cuccból nyitjátok. Mondom, na ne őríts meg. Értem. Tehát ennek semmi köze nincs hozzá, hát ilyet én még nem is láttam. Jól van akkor. Na mindegy, maradt egyébként vaskos 77 000 coinom. Úgyhogy ezen az akkuntomon tegnap még nagyjából 1,7 millió volt. Hát elrotyogtak a videókra a kis coinok. Jó lesz az. Ezből még kettőt, nem? Nyissunk abból is. Kettőt még ennyit tudnám, hát nekem is van még egy kevés. Hagy menjen. Let's go. Baszni rá. De a 25 000-es, melyikből? A League 1 player pickből, vagy a másikból? Egyen egy olyan. Én most a jobbosat nyitottam. Jó, akkor nyitom én is a jobbosat. Nem a League-öneset. Jó. Hát ez csak egy déli sajnos. Hát nekem még annyi se, te Shobbs. Talán. Az komoly, Gosens. Még azért bíztál benne, hogy nyitsz egy Toti ikont, azt... Uh-huh. Hát, ha visszajössz. Na most elnyitom azt, ha elnyitok egy ilyen League-öneset is. Ja, de várj, ez pick volt. Látom, azt hiszem nem éri meg amúgy. Ú, de vagyok arra. Már pikkelem azt is. Azt nyissuk. Én jó, pikkelem. Nyitom. Jadna. Ramos. Kellemetlen.
Éj! Három duplikét, Mukiele, Gelson, Martins, Soler. Kösz a semmit. Ez megért. 25 ezer coin, az 3 quixeles 750-es player volt benne. Az nagy ravasz, aki ezt a pakkot megveszi amúgy. Jaj, Istenem. Hú, gec. Az mondjuk úgy meleg volt. Jó, hát ez ennyi volt. Ennyi. Lettem ütetve. Kösz szépen. Ja, nem is az én videóm volt. Srácok, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki megnézte ezt a videót. Ha tetszett, akkor jelezz egy lájkkal, illetve ha még nem tetted meg, akkor mindkét csatornára fel tudsz most iratkozni. Rekkálnak a videóját és a csatornát megtaláljátok a leírásban. Rengeteg közös videót veszünk fel folyamatosan a Sunzone-nal is, Rekkállal is, úgyhogy pörgetjük, mint kiskurvát a laborban. Úgyhogy a komment szekcióban még azért jelezzétek már, hogy milyen kihívásokat szeretnétek, hogy megcsináljunk. És nagyon szépen köszi, hogy megint részt vettél ebben a videóban. És akkor találkozunk a következőben. Ciao, ciao. Szevasztok, srácok.